Nem volt vérre menő csata, sokkal inkább a barátság és a közös élmény szerzése volt a cél. Persze az amatőrök is tudnak látványos cseleket bemutatni. A három település kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, és rendszeres része volt a programjuknak a sport. A Dombári Vasúti csomópontnak van egy öreg fiúk csapata, akinek a mozgatója Kőhalmi Antal úr, aki több rendezvényünkön részt szokott venni, és az elmúlt évben megkeresett bennünket, hogy az ő öregfiúk csapatának, tehát a Vastas öregfiúk csapatának van egy nagyon jó kapcsolata Horvátországban, itt Eszék mellett Antunovac községnek az öregfiúk csapatával, hogy hallották, hogy mi rendezünk már hasonlót hosszú évek óta a Víri Mornár öregfiúk csapatával, hogy lenne lehetőség egy ilyen közös tornára. Mi ennek szívesen álltunk elébe, ez a kezdet, egy kapcsolat kezdete. El is jöttek, megszerveztük közösen Csikostöttős önkormányzatával, Csikostöttős polgármesterével, Pintés Szilárd úrral, aki helyet biztosít számunkra ez a mérkőzéshez, és hát sajnos a mostani körülmények ellenére azért szép számmal részt vesz mindenki benne. Három csapatos forduló lesz, ahogy mondtam, az Antunováci öregfiúk csapata van itt, a Dombóvári Vasúti csomópont öregfiúk csapata és a Dombóvár Csikostöttősi öregfiúk csapata vesz részt. Ezért a mai napra kitűzött három kupáért, hogy mindenki nyertesen, izőjelben nyertesen távozhasson. A mérkőzésre kilátogatott Dragó Horvát, Horvátország pécsi főkonzulja is. Nekünk Magyarország egy szomszédos, és ami a legfontosabb, egy baráti ország, és úgy, ahogy gazdaságilag együtt szeretnénk működni, úgy sport szempontjából is folytatni szeretnénk ezt az együttműködést. Nem is az eredmény véleményem szerint itt a legfontosabb dolog. Itt a legfontosabb dolog az, hogy ez az esemény mennyit számít az itt élő horvát közösség részére. Pintér Szilárd, Csikostöttős polgármestere, maga is pályára lépett települése öregfiúk csapatában a szomszédos dombóváriak ellen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezek a találkozók. Évekre visszamenően most már évente egyszer, de inkább kétszer horvát településekről érkeznek ide csapatok. Vírről, illetve most ugye Antal falváról érkezett. Nagyon fontos, hogy ez a mai alkalomhoz Dombóvári Vasúti csomópont amatőr öregfiúk csapata is csatlakozott, és így egy hármas tornát tudtunk szervezni. Azt gondolom, hogy nagyon szívesen járnak ide vissza a külföldről a vendégeink, hiszen ők már úgy érzik, mint a haza érkeznének, és egy kötetlen oldott hangulatban fogjuk befejezni ezt a villámtornát, ahol igazán azt gondolom, az elmúlt évek tapasztalatán mindig születnek új barátságok, amelyek előbbre viszik településeink ügyeit. A meccseket a horvát-magyar barátság és a települések közötti összetartás erősítése érdekében rendezték meg. Úgy gondolom, hogy az ilyen események és az ilyen találkozások mindig segítik főként az olyan kisebb közösségeket és községeket, mint Antalfalva. Antalfalva Horvátországban egy kis községnek számít, 3700 lakosa van, és mindig új lehetőségek, mindig új képek nyílnak meg előttünk, amikor találkozunk másik településsel, belátásunk nyílik, hogy ők hogyan szervezik dolgaikat, és ebből mi is tanulhatunk.